Locsolnak a földeken, hetek óta nem esett megfelelő mennyiségű csapadék a térségben. Ez már mondhatni gyakori kép, ugyanis a klímaváltozás miatt már előre látható, hogy több fokkal is emelkedni fog az átlag hőmérséklet hazánkban, melyet a növények már most is éreznek. Az asszály jelenleg a legnagyobb ellensége a mezőgazdaságnak. Szerencsére a koronavírus járványt nem sínlette meg az ágazat. A veszélyhelyzetben is rendben zajlottak a munkák a földeken. A mezőgazdaság pont olyan üzemág, ahol adottak voltak a védekezési intézkedések ellenére a gazdálkodási lehetőség. Semmilyen szabályt nem kellett megsérteni annak a gazdának, aki továbbra is az aktuális mezőgazdasági tevékenységet el szerette volna végezni, és ezt el is végezték. Aki látta, pezsek a határ működését, most döbbentünk rá, hogy milyen fontos az élelmiszer, milyen fontos a magyar élelmiszer. Remélem ennek lesz egy újabb fogyasztó fogyaszt magyar élelmiszert inkább, mint bármilyen külföldi, mert külföldi most nem kaptunk, ugye, mert leálltak a szállítmányozások és egyebek. A mezőgazdaságnak a koronavírusos helyzet önmagában nagy traumát eddig nem okozott, fogalmazott a mezőgazdasági bizottság elnöke, aki kiemelte, eladási területen viszont voltak átmeneti fennakadások. Eladási területen végeladás, végfelhasználás, hogy a baromfi ágazatnál visszacsökkent a hirtelen felfutó ö, kereslet, mert először mindenki bespájzolt, utána rájött, hogy Hát nincs akkor a baj, és nem tudok ennyit megenni, akkor meg nem vett semmit, de a termelők meg és akkor kis ellátási turbulenciák keletkeztek, majd ez kisimul. A legnagyobb problémát az asszály okozza a mezőgazdasági bizottság elnöke szerint is, így jelenleg a legfontosabb az öntözés és annak segítése. 20 mm-es csapadékok estek itt március, áprilisban, májusban, még azt hiszem 5-6 körülbelül ebben a térségben. Ez komoly, ez komoly kihívás. Nem véletlen, hogy itt a, a napjainkban eh, volt uh, nagy István Agrárminiszter egy országos öntözési program első minta telepének a felavatásán, hogy kikerületetlen lesz, ahol lehet öntözni, ott újra kell élesíteni a fegyvereket, azaz csatornákat ki kell tisztítani, vízközműveket, vízvédelmi műveket újra helyzetbe hozni, a beragadt zsilipeket fölfeszíteni és, és tenni, és minden ilyesmi, ami azt jelenti, hogy, hogy az öntözésre jobban oda kell figyelnünk.